Az angol műveltséggel, az angol nyelvterületek társadalmával, kultúrájával, történelmével foglalkozik az anglisztika, aminek legkiemelkedőbb szaktekintélyei tanácskoznak Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen. Az anglisztika gyakorlatilag egy gyűjtőfogalom, mert nem csak Nagy-Britanniával foglalkozik, annak kultúrájával, irodalmával, történelmével vagy társadalmával, hanem az egész angol száz világ, vagy az angolul beszélő világnak a társadalmával, történelmével. Tehát gyakorlatilag itt, ezen a konferencián anglista kollégák lesznek, amerikanisták, de ausztralisztikával foglalkozók, Skóciával foglalkozók, Írországgal foglalkozók. A programot a Magyar Anglisztikai Társaság szervezi, Eger először ad otthont a rangos tudományos eseménynek. Az egyetem komoly oktató múltját ismerik el a rendezés jogával. Az angol tanszék 1969 óta működik, és az országban kiemelkedő eredményeket ért el. 1990-től pedig már az amerikanisztika tanszékünk is megvolt, és az egyik legjobb képzési hely, amely fölvette a versenyt az egyetemekkel is már a korábbi évtizedekben. Most pedig már mi is egyetem vagyunk tavaly óta. Az anglisztikai konferencián 10 országból 200 előadó vesz részt. Jöttek természetesen Angliából, Csehországból vagy Olaszországból, de Thaiföldről, sőt Irakból is.